A gitáros esték keretén belül ebben a fél évben a 2009-es Veszprémi utcazene fesztiválon résztvevő csapatok lépnek fel. Ezúttal a Sponzort keresünk zenekaré volt a főszerep az Elkamarában. A négy főből álló együttes 2006. októberében alakult, de Lohonyai Zoltán, a zenekar vezetője és szövegírója már a 80-as évek elejétől szerez dalokat. A Sponzort keresünk esetében a névválasztás nem volt véletlen. Egyrészt arra utal, hogy az általuk képviselt műfajt nem támogatják annyian, másrészt pedig az együttes szeretne segítséget kérni olyan cégektől és magánszemélyektől, akik szimpatizálnak velük, mondta Lohonyai Zoltán. Nincsenek eszközeink, berendezéseink, jó lenne vásárolnunk erősítőket, mikrofonokat, stb., hogy egyénileg is meg tudjuk állni a helyünket, koncerten, nem itt az egyetemnél, ahol minden adott és minden lehetőséget megadnak. Számaik szövegcentrikusak, de nem pusztán versek megzenésítéséről van szó. A dallam is meghatározó szerepet játszik, a különleges hangzásról pedig Zelézi Lajos basszusgitáros gondoskodik. Repertoárjukban inkább búsabb hangvételű dalok szerepelnek, ezeknél a vokalista lányok oldják a komor hangulatot. A koncerten elhangzott egy olyan dal is, melyet Cseh Tamás és Bújtor István emlékére írtak.